A britek úgy robbantották be a héten a köztudatba a nyájimmunitást, hogy duff, holott ez eddig is létezett, csak lappangva tenyészet járványügyi konferenciák ebédszünet előtti utolsó előadásaiban, meg elvakult védőoltás ellenesek ellenfelhozott érvekben. Például 5 évvel ezelőtt, amikor Varga Mátéval elindítottuk annó az Impakták podcast sorozatot, az első adás pont ezzel kapcsolatos volt, meghallgatta mondjuk 2500 ember, minden esetre berakom a linkjét a leírásba. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy a jelenlegi koronavírus járvány ellen bevetni a természetes nyájimmunitás nem teljesen eszement ötlet, mert hogy van valami alapja, viszont egy teljesen eszement ötlet, és mindjárt elmagyarázom, hogy miről van szó. Ahhoz, hogy jobban meg tudjam mutatni, szerettem volna stílszerűen bárányokat rajzolni, viszont amint látjátok, a bárányok esetében sem túl fejlett a rajzkészségem, de mivel az emberek birkák, úgy döntöttem, hogy a birkákat emberekkel fogom jelképezni, méghozzá ilyen kis kesztyűbábokat csináltam nektek. Jó, azt hiszem jobban fog látszani, hogyha felállok és egy sötét háttér előtt vannak az ujjaim. Szóval pár százezer éven át az emberek így estek át az ilyen emberről emberre terjedő nyavajákon. Ezek az ujjaim most egy falunak a lakosságát fogják jelképezni. Ahol Dezső elment a szomszéd faluba, ott megkínálták denevérvérrel, meg tobzoska nyelvvel, ezektől viszont benyelt egy olyan kórokozót, amivel korábban még soha nem találkozott, és megbetegedett. Amikor visszaért a faluba, akkor elé szaladt a kisfia, megölelte, megpuszilta, aminek következtében természetesen ő is fertőzötté vált. Majd hozzábújt a feleségéhez, akinek szintén átpasszolta a korságot, viszont a felesége a titkos szeretőjén keresztül továbbadta ezt a fertőzést egy másik falubelinek, akiről kiderült, hogy kivel is van közeli kapcsolatban, szóval az egész falu megbetegedett. Igen, nagyon kicsi populációknál, ahol mindenki érintkezik lényegében mindenkivel, ez egész könnyen előfordulhat. És mivel akkoriban az egészségügyi ellátás nem volt olyan jó, mint ma Svájcban, ezért sajnos sokan meg is haltak. Viszont akik túlélték a betegséget, azok nem csak amiatt örülhettek, hogy átvészelték ébbőrrel, hanem azért is, mert immunissá váltak egy későbbi fertőzéssel szemben, feltéve persze, hogyha ugyanezzel a kórokozóval találkoznak. Hanem aztán gyerekek, eltelt néhány év, és a falu újra benépesült. Most már voltak olyan falubeliek, akik korábban átestek a fertőzésen, és olyanok is, akik még soha nem találkoztak az adott kórokozóval. Ezúttal a legkisebb fiú indult el a szomszéd faluba, és még talált egy kis maradékot, mivel ő korábban nem esett át a fertőzésen, könnyen megbetegedett, viszont amikor visszaért a faluba, nem tudtam megfertőzni azt, aki még szintén fogékony lett volna, hiszen nem tudott vele érintkezni és átpasszolni neki a kórokozót. Szóval, kedves gyerekek, ez a nyájimmunitásnak a lényege. Amikor olyan sokan védettek a kórokozóval szemben, hogy a kórokozónak csak nagyon kis esélye van arra, hogy a fertőzött egyedről egy fogékony, még nem védett egyedre átjusson. Viszont 100 000, 10 000 vagy akár csak néhány száz évvel ezelőtt is senkinek nem volt még fogalma arról, hogy létezik nyájimmunitás, holott nagyon sok betegség esetében ez volt a normál lefutás. Az már csak jóval később, a 20. század elején, nagyjából 90 évvel ezelőtt tűnt fel, hogy amikor a gyerekek megfertőződnek kanyaróval, az esetek száma nő, persze nagyon sok gyerek meg is gyógyul közben, a járványnak mégsem akkor lesz vége, amikor az összes lehetséges gyerek megfertőződik, hanem amikor a fertőzöttek száma elér egy kritikus szintet. Ez az, amikor még azokban a körökben is leesik az új megbetegedéseknek a száma, akik korábban még nem találkoztak a kórokozóval, mert hogy a nyájimmunitás miatt nem tudott hozzájuk eljutni. Fun fact! A védőoltás gondolata Edward Jenner brit orvos fejéből pattant ki, miután egy tehenészlánnyal cseverészve megállapította, hogy azok, akik átestek korábban tehénhimlőn, azok nem fertőződhetnek meg, és nem betegedhetnek meg újra. Egyébként ezért is hívják a vakcinát vakcinának, mert hogy a variola vakcinéből, tehát a tehénhimlőnek a nevéből származik. Itt azért jött egy kis kiegészítés, mert hogy a szövegvázlatot átküldtem két orvosbarátomnak is, hogy azért pillantsanak rá, köszönöm szépen a segítséget, Barta Árpi viszont ezt fűzte ehhez a részhez. Alapvetően igaz, de ebben már a középkori Kínából is ismerünk inokuláló pálcákat, mert rájöttek, hogy ha himlős ember hólyagváladékával bekarcolnak másokat, akkor azokban kevéssé lesz súlyos a lefolyás, és utána védettek is lesznek. Köszi!
Az embereknél a nyájimmunitás, ahogy láttátok, természetes úton is végbe mehet, viszont vannak korlátai. Például olyan betegségeknél lehet ezzel számolni, ahol a kórokozó emberről emberre terjed. És erre itt van példának ez a nagyon jóképű kis kullancs, amit tegnap a birtokon lőttem. Lehet, hogy alig várja, hogy a lánykor kórokozóját terjessze, de az mivel emberek között nem terjed, vagy legalábbis úgy tudom, hogy nem terjed, így a nyájimmunitással sem nagyon tudunk számolni ezzel az esetben. Másrészt csak olyan kórokozóknál lehet a nyájimmunitásra támaszkodni, ahol tudjuk, hogy azok, akik átestek a betegségen, védetté is válnak legalább egy kicsit hosszabb időre, mint hogy a járvány egyébként lefutna. Meg ahogy arra korábban utaltam, kellően nagy populációra van hozzá szükség, ahol ráadásul izolálva is vannak egymástól valamennyire az egyedek, és ülnek a seggükön, és nem fertőzik össze egymást. A valós helyzet ennél nyilván bonyolultabb, viszont ráengedni egy kórokozót egy olyan populációra, ahol azért elég nagy az átfertőzésnek az esélye, ráadásul mondjuk 10-20% az esélye arra, hogy orvosi ellátást igényelnének az esetek, vagy akár súlyos szövődményekkel, vagy még súlyosabb kimenetelekkel végződhet. Hát, nem tudom. Igen, elvben tehát működhet a nyájimmunitás akár a jelenlegi helyzetben is, de most vonatkoztassunk el a koronavírus járványtól, ne Magyarországgal foglalkozzunk, legyen egy képzeletbeli kórokozónk, mondjuk egy olyan képzeletbeli országban, aminek van mondjuk 10 millió lakosa, és feltételezzük azt, hogy ebben az országban mondjuk bizonyos emberek tanyákban, kis zsákfalvakban laknak, de az embereknek nagyjából a 69%-a városlakó. Hát nem nehéz kiszámolni, hogy ez azt fogja nekünk jelenteni, hogy 6,9 millió ember lehet érintve. Tételezzük fel, hogy ennél a képzeletbeli kórokozónknál a modellek alapján olyan 60-70%-nak kellene átesnie a fertőzöttségen ahhoz, hogy kialakuljon a nyájimmunitás, úgyhogy egy optimista változattal számolva, az azt jelenti, hogy 60%-nál 4 millió 140 ezer embernek kell átesnie a fertőzésen. És tételezzük fel, hogy ennél a kórokozónál az eseteknek mondjuk a 20%-a jár olyan tünetekkel, ami mindenképpen orvosi ellátást igényel, ami azt jelenti, hogy 20%-kal megnézzük, 828 ezer ember fog rázódulni ebben a képzeletbeli országban, a képzeletbeli kórság következtében hirtelen az egészségügyre. Ez lenne az orvosi ellátást igénylő eseteknek a száma, azt ki se számoltam, hogy mi történne akkor, hogyha mondjuk ennek a képzeletbeli kórokozónak olyan 3% körüli lenne a halálozási aránya, az is olyan 100-120 ezer fő körül mozogna, ami egy borzalmas szám. Borzalmas lehet egy ilyen helyzetben, amikor nem csak azt kell figyelembe venni a triás során, hogy ki a súlyosabb eset, hanem mondjuk azt is, hogy te már amúgy is nagyon öreg vagy, neked az alapbetegséget sem kecsegtett túl sok reménnyel, úgyhogy inkább őt kapcsoljuk rá a még szabadon lévő lélegeztetőgépre, és vele foglalkozik a még szabadon lévő orvos. Úgyhogy ez borzalmas helyzet lehet, és remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni még ebben a képzeletbeli országban sem. Én biztos, hogy nem tudnék hozni ilyen döntéseket, és szerintem nagyon sokan vagyunk még ezzel így. Hát ennek a videónak nem lett éppen a legpozitívabb végkicsengése, viszont a héten, illetve jövő héten jönnek majd más videók is, könnyedebb témákban, olyanokban, amelyeket könnyebb megemészteni. Jön például kísérletezős videó, meg beszélgetünk majd más témakörökről is. Addig is kitartást, vigyázzatok egymásra, tartsátok be a járványügyi mindenféle lépéseket. Sziasztok!